tegnap estéhez képest meglehetősen kihalt és csendes Duna arénában. Engedjék meg, hogy köszöntsem vendégeinket, dr. Sesták Miklóst, a szervezőbizottság elnökét, nemzeti fejlesztési miniszter. Balogh Zoltán urat, az emberi erőforrások miniszterét, Füries Balázs urat, kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztost, Tarlós István főpolgármester urat, valamint a körünkben megjelent Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, illetve a BP2017 NKFT ügyvezető igazgatóját, Szántó Évát. Tehát még egyszer köszöntök mindenkit a Duna Arénában egy kicsit furcsa sajtótájékoztatón, hiszen eddig mindig visszaszámláltunk, vagy azért, mert közeledett a rajt, vagy pedig azért, mert közeledett az utolsó nap. De most már elmondhatjuk, hogy több mint 11 órája véget ért a 17. FINA világbajnokság itt Budapesten, amely most már kimondhatjuk, hiszen nem a mi állításunk, az eddigi legsikeresebb rendezés volt. Sajtótájékoztatónk alkalmával értékeljük az elmúlt 17 napot, és meg is kérném dr. Sesták Miklóst, a szervezőbizottság elnökét, nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ismertesse a szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat. Azonban mielőtt ezt megtenné, szeretnék, hogyha megtekintenének velünk együtt egy videót, hiszen a sportolóink már értékelték a világbajnokságot.